Szia, tudjuk is, üdvözlök mindenkit. Ebben a mai videóban egy történetet szeretnék elmesélni, hogy hogy jártam. Körülbelül 2 nappal ezelőtt észrevettem, hogy a bekapcsoló gombja a Glow-nak nem nagyon működik, hogy hiába nyomogatom, semmit nem jelsz, hiába töltöm fel, nem csinál semmit. És ugye, amikor megkapjátok a készüléket, akkor be kell regisztrálni a Glow-nak az oldalán, hogy meglegyen a garancia rá. Ezt ugye én meg is tettem. Ezért felhívtam őket, hogy ez történt, hogy ilyenkor mi a teendő. Ma megkérdezték, hogy mi a baja, el kellett mondjam, hogy mit tapasztalatok, ilyenek, elmondtam szépen, hogy nem működik a gombja. Körülbelül már 2 napja nem tudom használni, és akkor megmondták, hogy rendben, akkor megnézzük a legközelebbi dohányboltba, hogy hol tudom én ezt kicserélni. És igazából elvittem, és kicserélték, és kaptam egy zsírúj Glow készüléket. Én ebből azt következtem le egyébként, hogy nagyon jó ez az egész dolog, tehát hiába bármi baja van, tehát nem az, hogy megnézik, elküldik, majd kapsz újat egy hónap múlva, 2 hét múlva, meg majd ilyenek, hanem egyből kicserélik, megmondod, mi a baja, oda viszed és kapsz egy zsírójat. Szerintem ez egy nagyon plusz dolog a Glow szempontjából, hogy ennyire figyelembe veszik azt, hogy tényleg a vásárló meg legyen elégedve a termék, és hogy bármi gond van, akkor ők egyből kicserélik és adnak egy új készüléket. Szóval én azt tudom javasolni, hogy ha vesztek Glow készüléket, akkor minden esetre első lépés az legyen, hogy beregisztráltak a honlapon, ne húzzátok, ne halasszátok, mert ezt 2 hétig meg kell tenni a vásárlás után. Szóval beregisztráltok, és utána 2 évig élni fog rá ez a garancia. Szóval, hogyha 2 éven belül bármi probléma is lesz a készüléketeknek, akkor utána egy napon belül a legközelebbi dohányboltba egyből ki is fogják cserélni. Szóval szerintem ez nagyon jó, hogy ha például nem is ott vetted, ahol tehát nem muszáj ott kicserélni, ahol vetted, hanem bármely dohányboltba a legközelebbben lévő hozzád ki fogják cserélni. Szóval szerintem még ez is egy nagyon pozitívum. Lassan jönni fog a Glow ízek második része, csak bevásároltam áfonyásból, mert az a kedvencem, vettem belőle 3-at is, ilyen naponta 3-400-at, 500-at szoktam elszívni, szóval abban még van egy pár, de hogy elfogyik, akkor veszek egy epreset, és az lesz a következő részbe. Hát ennyi ez a kis videó, remélem, hogy tanulságos volt, és tanultok belőle. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. További szép napot, sziasztok!